Szeretettel köszöntöm a TAVI Televízió nézőit, és köszöntöm a stúdióba dr. Sütő Lászlót, marcali város polgármesterét. Hát a két métert megtartva ülünk le egy kis beszélgetésre, hiszen számos olyan dolog van, ami az embereket érinti, nem csak Marcaliba, de a környékbeli településeken is. Vágjunk mindjárt a közepébe. Polgármester úr, először is egy kis adatszolgáltatást szeretnék kérni, hogy áll a marcali betegekkel, karanténba lévőkkel. Jó napot kívánok, és köszöntöm Önt és a televízió nézőit. Szerencsére Marcaliban nincs koronavírussal fertőzött beteg, ismeretünk szerint a járásban sincs. Karanténban jelenleg Marcaliban 22-en vannak. Hozzá kell tenni, hogy én olyan számokat tudok mondani, amelyet a különféle hatóságoktól megkapunk, tehát ami pillanatnyilag rendelkezésemre áll, az ez a szám, és az is ehhez tartozik, hogy 30 esetben szűnt már meg a karantén, tehát ők már letöltötték azt a két hetet, amit itt kellett tölteniük, de ez azt is hozzáteszem, hogy szerencsére nagyon sokan tettek eleget annak a felhívásunknak, és itt is köszönöm nekik, ismerőseiknek, hogy önkéntes karanténbe vonultak, ők nincsenek benne ezekben a számokban, és itt köszönöm meg azoknak a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak is, akik segítettek az ő ellátásukba azzal, hogy bevásároltak helyettük, tehát így lehetőség volt arra, hogy otthon maradjanak. Én úgy gondolom, hogy szerintem bátran mondhatjuk, hogy egyikünk életében sem volt még erre példa, hogy egy ilyen helyzet előáll, egy világjárvány, és ez a kis közösségünket is ugye érinti, és azért volt egy költségvetésünk, volt egy terve a városnak, és azért itt bizony úgy gondolom, hogy újra kell tervezni. Mennyiben érinti ez az eset marcali város költségvetését? Hát korábban azt gondoltuk, hogy ez az esztendő, ez a jelentős fejlesztéseknek az éve lesz. Nem csak az elnyert uniós váltok tekintetében, mert ott azért nagy valószínűséggel ez megmarad, hanem elég sokat fogunk költeni utakra, járdákra, egyebekre, hiszen látszott a költségvetésben, hogy erre megvan a fedezet. Elsősorban azért, mert jelentős saját bevétellel rendelkezünk. Hát ezt újra kell valóban gondolni, hiszen amiről nagyon keveset beszélünk, de már az indulás úgy kezdődött, és ez nem idei évben, hanem már 3 évvel ezelőtti döntés volt, hogy az iparizési adónak a 20%-át elvonják tőlünk, tehát ez ugye, mivel a legdinamikusabb bevételünk, és leginkább erre tudtunk támaszkodni, ez ebben az esztendőben már 120 millió forint, az induláskor ez 70 millió volt, tehát itt már van eleve egy jelentős elvonás, és ehhez jön az a 41 millió forint, ami az iparizési adóból érint, vagy a gépjármű adóból érint bennünket, tehát 41 millió forint gépjármű adót kell befizetnünk a központi költségvetésbe. És ehhez hozzátenném még azt, hogy nagyon nehéz most teljes egészében újra tervezni a költségvetést, mert ennek lesznek még olyan tételei, ahol az ellátott létszámhoz kötött a finanszírozás. Csak egyet mondok, hogy amit könnyen megért mindenki, a bölcsödét azt úgy finanszírozza a költségvetés, hogy az adott napon hány gyermek van a bölcsödébe. A bölcsödébe általában 40-45 közötti létszám szokott lenni, most 8-12 van. Hogy ezt hogyan fogja lefinanszírozni a költségvetés? Mert a dolgozók ettől ott vannak, hiszen kisebb csoportokban, de továbbra is működik a bölcsöde, és működni fog a következő időszakban, de ugyanez igaz mondjuk a gyermek étkeztetésre is. Tehát ezek még óriási kérdés fognak jelenteni, hogy ezek hogy jelennek meg, illetőleg az is nagy kérdés, hogy főleg a kisvállalkozók esetében a szeptemberi adófizetéskor mennyi adókönnyítést fognak tőlünk kérni, vagy halasztott adófizetés, vagy részletfizetési lehetőségeket, tehát ezek mind negatív értelemben befolyásolni fogják a költségvetést. Persze vannak más tételek is, mert egy nagyon egyszerűt mondok, az, hogy a strand nem működik, az 3-4 millió forint megtakarítás jelent egy hónapba, vagy ugyanúgy elmaradnak kulturális rendezvények, elmaradnak programok, elmaradt a zeneiskola németországi utazása, az 1 millió forint, elmarad a gyerekek németországi táborosztatása, másik 1 millió forint, tehát ebből meg vannak bevételi, vagy megtakarítási oldalak is. Tehát igazából én azt gondolom, hogy a költségvetést most ugyan meg lehetne satszolni, hogy valahol körülbelül pont az iparizési adó összegével, vagy a gépjárműadó összegével, tehát a 41 millióval fog romlani, ami még én azt gondolom, hogy kezelhető a mi esetünkben azzal, hogy elmaradnak beruházások. De valós számot, nagy valószínűséggel
október közepén lehet mondani az önkormányzati szektorba, mert akkor látszik, hogy a különféle adóbefizetések azok a valóságban igazak lesznek, vagy jelentős mértékben módosulnak. Itt az online kapcsolattartás mennyire tudott megvalósulni az önkormányzaton belül akár? Hát azt gondolom, hogy elég jól működik, tehát mindaz, ami jelentési kötelezettségünk van, az már korábban is abba az irányba ment el, hogy számítógépes rendszerek összeköttetésén valósul meg, és mind többen élnek azzal, ugye a Marcali Város, az önkormányzat honlapján láthatók, hogy akár adónál, akár máshol milyen módon lehet megtenni ezeket a kapcsolatokat, jelentősen megnövekedett ez a szám, tehát az ügyfélforgalom az jelentős mértékben csökkent. Elsősorban a szociális területen maradt meg, azért, mert ott sokan nem rendelkeznek, akik szociálisan rászorultak, vagy az ismerettel, vagy magával az eszközzel sem, hogy így kapcsolódjanak. Másrészt pedig ugye a legszomorúbb területen, tehát a különféle nyilvántartásoknál, itt gondolok elsősorban az elhalázásokkal kapcsolatos ügyintézésnél, ahol egyértelműen személyes kapcsolatok vannak. Hát a következő kérdés az köztünk marad, de aki nézi a híradásokat, az is látja, hogy egyik nap azt mondják, hogy a polgármestereknek hatalmi jogot adnak, hogy ezt eldöntsék, valamelyik híradásban azt halljuk, hogy ezt elveszik a polgármesterektől. Szóval hogy látja a polgármester úr, vannak itt, például most itt Marcival akár a piac, akár az óvodai ellátás, ezt jó ötletnek tartja, hogy ezt a településekre bízzák bizonyos dolgokat, vagy inkább ez nehezíti egy településnek az életét? Én azt gondolom, hogy ez mindenképp jó döntés volt, hogy elállt a kormány attól a szándékától, hogy minden apró dolgot engedélyeztetni kelljen előre, nem csak azért, mert lassítja a mi munkánkat, hanem azért, mert ellehetetlenítette volna a kormány hivatalokat. És mondok egy példát. Marcaliban a bizottságoknak nagyon jelentős hatásköre van, tehát nagyon sok feladatot a bizottság, vagy nagyon sok döntést a bizottságok hoznak meg, akár a polgármester helyett is. Tehát például a lakás bérleti szerződések meghosszabbítása, amelyek határozott idejűek általában fél évre szólnak egy évre, az bizottsági hatáskör. Elmúlt napon döntöttem 15-16 ilyen kérelem meghosszabbításáról, vagy meg nem hosszabbításáról. Természetesen én előtte megküldtem a bizottság tagjának, ugyanúgy kértem mondjanak véleményt róla, hogy egyetértenek az általam, illetve pontosan az apparátus által javasolt döntésekkel, hiszen ők ismerik személyesen a problémát. Na most, ha ezeket előre engedélyeztetni kellene a kormányhivatalnak, akkor 15 ilyen egyedi döntést megküldtünk volna a kormányhivatalnak, hogy ugyan már mondjon róla véleményt. Tehát, és ha ezt mindenki megküldi, akkor betemettük volna papírral, vagy elektronos iratokkal a kormányhivatalt. Én azt gondolom, hogy amit helybe lehet dönteni, azt mindig helybe kellene eldönteni. Ma is tartom azt a véleményet, hogy az általános iskolákat sem lett volna szabad elvenni az önkormányzatoktól, de ez egy régi vita már azokkal, akik úgy gondolják, hogy ez egy helyes dolog, hogy mindent központosítunk. Tehát jó döntés, hogy itt maradhattak. Ez látszott abba is, hogy nagyon sok település, amelyik idegenforgalomhoz kötött, hozott olyan döntéseket, amelyekkel talán korlátozta a vírus terjedését, és azt is úgy gondolom, hogy helybe kell eldönteni, hogy el is döntöttem, hogy a piacot azt igenis megnyitjuk. Ma is voltam ott, megnéztem, hogy tökéletesen működik, kellő távolságot tartanak. Sőt, most a legnagyobb probléma a piacnál egyébként az, hogy a Marcalin kívüli vállalkozók, tehát máshonnan, főleg Nagykanizsáról szeretnének a marcali piacra jönni. A jelenlegi döntés az úgy szól, hogy a marcali és marcali környéki őstermelőket engedjük be. De ezt is elsősorban nem azért, mert a kanizsaiakat, vagy egerszegit, vagy bárkit nem szeretünk, hanem azért, mert biztonságosan így lehet a fedett részen megoldani azt a távolságtartást, ami azt gondolom, hogy mindenki számára fontos. Ugyanez igaz az óvodára, bölcsödére, helybe el tudjuk dönteni, hogy indokolt-e, hogy legyen nyitva, én megítélésem szerint indokolt, 4-5 kisgyermek van egy-egy csoportban, megfelelő távolságot tartva, mert azoknak a szülőknek, akiknek van munkahelye és nem szűnt meg, és hosszú távon számítanak rájuk, azoknak ez nagyon-nagyon fontos, hogy a gyermekeik megfelelő helyen legyenek, tehát a jövő héten is nyitva lesz, meg azután is nyitva lesz, mint látszik már,
hogy nő a gyermek létszám mind a bölcsödébe, mind az óvodába, mind többen veszik igénybe, hogy tudják a gyereket hozni, hiszen a cégeink működése az a legfontosabb ilyen szempontból a városban, tehát épp ezért valamennyi meghatározó munkáltatóval találkoztam személyesen is, 2-3 héttel ezelőtt, illetőleg tegnap előtt valamennyiükkel telefonon újra beszéltem arról, hogy hogyan látják a cégeiknek a pillanatnyi napi helyzetét, és egy 2-3 hétre előre tekintve, hogy mire számíthatunk, mert ha mondjuk munkanélküliség folyamatosan jelenik meg, akkor az a szociális ellátásban újra egy idő, egy kis késéssel, de szintén meg fog jelenni, és az megint 10-20 millió forint kiadásokat jelenthet. A cégekkel való egyeztetéshez egy kicsit kanyarodjunk vissza, hogy mennyire stabil a helyzetük, mit mondhatunk a munkavállalóknak, egyelőre van munkájuk a gyárainknak? Hát ugyanaz a helyzet, mint általában Magyarország. Ugye Magyarország az elmúlt 15 évben durván elindult abba az irányba, hogy az autóipar lett az ország legmeghatározóbb gazdasági ága, és ez nálunk is jelen van, tehát azok a cégek, amelyek valamilyen módon kötődnek az autóiparhoz, azok esetében ez természetesen nagyon komoly problémát okoz, hiszen ugye többen tudják, hogy mindenki tudja, az industri átmenetileg bezárt, pár napig dolgoztak, aztán újra leállnak. A cégvezetés szerint remélik, hogy májusban, főleg, hogy jöttek ezek a kedvező hírek, hogy az autógyárak csak elkezdenek dolgozni, nem csak Magyarországon, hanem Németországban is. Ez mindenképp jelenthet egy reményt arra, hogy valóban május elején meg tud indulni újratermelés. De azt is hozzá kell tenni, mind az ő esetükben, mind a másik olyan cégeknél, akik kötődnek valahogy az autóiparhoz, hogy azért azt nem lehet pontosan tudni, hogy mekkora készlettel rendelkeznek maguk az autógyárak, mert ez még akár egy-két héttel eltolhatja. Azoknál a cégeinknél, akik nem kötődnek az autóiparhoz, ott szerencsére semmilyen probléma nincs. Folyamatos az alapelegellátás, folyamatos a munka, tehát ilyen szempontból, akik szintén nagyon nagy foglalkoztatók, sőt van olyan, akinek az egyik legjobb hónapja volt az elmúlt időszak, mert annyira megnőtt a termék után a kereslet. Térjünk egy kicsit vissza az iskolákra, bár nem a város feladata, de mégis ugye tegnap határoztak az érettségről, kértek ezügyben segítséget a várostól? Tud valamit segíteni a város, vagy ez teljesen Ez teljesen független tőlünk. Nekünk az oktatással jelenleg egyetlen egy hivatalos kapcsolatunk van, hogy biztosítsuk a gyermekek számára az étkevédet, tehát ezt megtesszük nem csak azoknak, akik a marcali iskolákba járnak, hanem azoknak, akik marcali lakosok. Tehát itt is mondom, hogy van lehetőség, függetlenül attól, hogy valaki Nagykanizsán, Kaposváron vagy Keszthelyen jár középiskolába, attól ugyanúgy tudjuk biztosítani számukra az étkezést. És ugye mert az étkezésnél ugye azért a fő szám az, hogy a szociális étkezést kell biztosítanunk, tehát emellett az, hogy a gyerekekre is főzni kell, semmilyen problémát nem jelent. És azért rá kell térnünk az országot egyik legjobban megrázó témára, a kórházak helyzetére, és ugye hát arról, hogy a betegeket küldik haza a kórházak. És megint ugye mondhatjuk, hogy ez nem az önkormányzat dolga, mi is próbáltunk, mint sajtó információt szerezni, nagyon-nagyon nehéz információt szereznünk. Polgármester úr, mit tud ez ügyben, milyen információ vannak, és milyen lehetőségei vannak azoknak a családoknak, akik azért nagyon nehéz helyzetbe kerülnek? Hát valóban így, hogy ön mondja, hogy a kórházak azok függetlenek az önkormányzattól, de a gond az mégis nálunk jelentkezik, és ezt fel is vállaljuk. Tehát a város szociális intézményein azt gondolom, teljes mértékben eleget tesz az elvárásoknak. A legnagyobb terv egyébként náluk jelent meg, hiszen korábban is ugye, mindegy 200 körüli személynek hordtunk ebédet, vagy a saját konyhánkról, vagy megvásárolva. Emellett házi segítségnyújtás volt 70-80 ember számára, akiknek bevásároltunk, és ezek a számok jelentősen megnőttek azzal, hogy egyrészt akik karanténba kerültek, másrészt pedig ugyan a jogszabály úgy szól, hogy a 70 év fölöttiek kérhetnek házi segítségnyújtást, de nem csak ők kértek, hanem mi bevállaltuk a 70 év alattiakat is, akik olyan helyzetben vannak, hogy,
hogy így kapjanak segítséget. Ez további 60 főt jelentett a meglévő 70 mellé, akik vagy bevásárlást, vagy étkezést, egyebeket kérnek. Tehát ma mindegy 260-300 közötti az a létszám, akiket valamilyen módon segítünk, vagy étkezéssel, vagy bevásárlással, vagy takarítással, tehát minden olyan dologgal, ami kell, és hozzájuk jön az, hogy mai ismereteink szerint ezen a héten eddig 11 marcali állandó lakos került ki a kórház különböző osztályairól, és szintén a családoktól kapott, mert tőlük kaptuk az információt, még további 4 személy várható, és őket, valamennyiüket megkeresték a munkatársaink, és ugyanígy a házi segítségnyújtást azt fel tudjuk ajánlani valamennyiük számára. Tudom, hogy ez a családon belül óriási problémát jelent, hiszen személyesen is átértük, a feleségem nagyon sokáig gondozta otthon az édesanyját, tehát ez óriási gond, főleg azok számára, aki hirtelen csöppen esetleg bele, hogy hát nagyon komoly munkát kell elvégezni idős hozzátartozóval, de igyekszünk a lehetőségek szerint megadni minden segítséget. Amit még ez hozzá kell tenni, az idősek otthonába felvenni most nem vehetünk fel senkit. Ugye óriási az ijegység abba, hogy talán későn reagált mindenki arra, hogy az egyik legfertőzöttebb terület, vagy a legkönnyebben terjedő, a fertőzés legjobban, vagy legkönnyebben az idős otthonokba terjed, ezért hermetikusan gyakorlatilag lezártuk, tehát minden olyan tevékenységet, ami korábban természetes volt, hogy pedikűrös, fodrász, vagy bárki bejárhatott, ezeket megtiltottam, és csak az mehet be, aki ebédet visz, csak az mehet be, aki oda tartozik, látogató sem mehet be. Nyomatékosan kérek most is mindenkit, hogy csomagot se, semmit, csak a személyzetnek lehet átadni, akik megfelelő módon utána ezt kezelik. Tehát nagyon-nagyon félünk attól, hogy bármilyen probléma az idős otthonba megjelenhessen, és ezt mindenképp, minden körülmények között szeretnénk megállítani mindazokkal, akik ott dolgoznak. Tehát ebben teljes az egyetértés, hogy ennek így kell működnie. Én nagyon bízom benne, hogy a kórházból a már említett 11 plusz 4 főn kívül további hazaengedések nem lesznek. Ezzel a létszámmal, amiről beszéltem, tehát az étkezésbe, a házi segítségnyújtásba, az egyébként segítséget átmenetileg kérő kórházból elbocsátottak, ez még körülbelül az a létszám, amivel bírunk. De itt is hozzá kell tenni azt, hogy azért nagyon sok emberhez nem jutnak el azok a felhívásaink, és itt is megismételném, hogy nyugodtan keressenek bennünket. Épp az emeletes házakban, mindenhova kiraktunk a lépcsőházakba felhívást elérhetőséggel, telefonszámmal, hol jelentkezenek, mert azt látjuk, hogy a családi házasötekben jobban terjednek a hírek, tehát nagyobb a szomszédok közötti együttérzés vagy összetartás, mint az emeletes házaknál. Tehát ott mindenképp ilyen hirdetéseket kitettünk, és mindenhol próbáljuk, hogy akik magukra maradtak, azok valamilyen módon jelentkezzenek. És itt is köszönöm mindenkinek, aki a szomszédjának bevásárol, vagy bármilyen módon segíti, mert ezzel a mi válunkról is nagyon nagy terhet levesz, másrészt pedig emberi szó hangzik el, beszélnek hozzá. Tehát a mentális dolgok sokszor fontosabbak, mint az, hogy milyen természetbeni juttatás jelenik meg. És nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, hogy ezt átérzi, és aki a kerítésen keresztül is, de beszél az idős szomszédjával, vagy egyedülálló szomszédjával. Még visszatérve ezekre a beteg hazaadásokra, nekem az volt az első gondolatom, hogy ez megint egy nagyon nagy terhet ró az önkormányzatra, viszont azért sajnos a hozzátartozóknak és a betegeknek is tisztába kell lenni azzal, hogy a SZESZK-nek azért nem ez a fő feladata, hogy mert van olyan ismerősöm, akinek sajnos tényleg krónikus beteget kéne ellátni. Igen. Szóval, hogy több beteg, reméljük, hogy akkor nem fognak hazaküldeni. Hát hogy ez itt mennyit hát az esély? Lesz. A szociális intézményünknél teljesen átrendeztünk mindent, tehát most az a legfontosabb, hogy az igazgatónővel ebben megállapodtunk,
hogy akinek van olyan képesítése, hogy ilyen feladatokat ellát, az mindenki átkerül erre a területre, és lehet, hogy más olyan dolgok, amelyek egyébként máskor nagyon fontosak, de azok kicsit háttérbe szorulnak. Hát nem lesz egyszerű. Mit tudunk, miért kellett kiüríteni a kórházakat, mert itt aztán megy pletyka, ennyire föl kell készülni, hogy itt tombolni fog a járvány? Erre én semmi más nem tudok mondani, mint ami a sajtóban megjelent. Semmilyen információt erről nem kaptunk, semmi, sem más önkormányzat. Tehát azt tudom én is, amit ez az operatív törzs sajtó tájékoztatója megjelent, hogy 30 ezer ágyat kell kiüríteni, vagy 36 ezeret, akkor amikor máshol meg az jelenik meg, hogy 2500 ágy ellátására alkalmas személyzet van Magyarországon. Bizonyára megvan az oka. Hát kicsit lépjünk túl a koronavíruson, mert az élet azért zajlik tovább, és örömmel tapasztalhatjuk, hogy a Gamesz is nagyon szépen végzi a munkáját, mert hisz rengeteg parkunk van, látjuk azért, hogy a fejlesztések is, amik elindultak, azok folytatódnak, vagy esetleg van, ami még most indul el. Egy kis örömhírt is, jókedvet is vigyünk ebbe a beszélgetésbe. Hát természetesen nem csak a szociális területen dolgozó munkatársaim végzik a feladataikat, hanem azok is, akik a pénzügyekkel, vagy éppen a fejlesztésekkel foglalkoznak, és folyamatos valóban ez a terület. Én is úgy látom, hogy a Gamesz ezen körülmények között is jól végzi a munkáját, a város most is zöld és virágos és szép, és hamarosan megkezdődik a kátyúzás is, hiszen a Gamesz által kiírt közbeszerzésnek megvan a nyertese. Ez már csak azon múlik, hogy a vállalkozó vagy az emberei mikor mernek nekiállni, tehát részünkről bármikor kezdődhet. A nagyobb beruházásainknál szintén csak jó híreket tudok mondani. Kedden véglegesen átkerült a város tulajdonába az összes utca, ami érintett volt a 68-as elkerülő út miatt, tehát a Fő utca, Oszlopi utca, Szigetvári utca, Kossuth-Lajos utca teljesen most már a városé. Ennek megfelelően a tervezők benyújthatták ezen a héten az építési engedélyeket a Fő utca tekintetébe, tehát ez várhatóan egy 40-50 nap alatt megtörténik az engedélyezés, ezt követően a közbeszerzés, tehát a nyár vége fele megvan a reális esélye annak, hogy megkezdődhet a városközpont teljes felújítása, és ennek részeként pedig már megkezdődött a régi kultúrház felújítása. Tehát az a munka folyik, csak úgy, mint ahogy folyamatban van a nőtlentiszti építése, várhatóan a nyár elejére kész lesz. Tehát jó ütembe halad a kivitelező, belső munkák folynak, szerelvényezések folynak, tehát semmi akadálya nincs, hogy ez határidőre elkészüljön. Ugyancsak pozitív híreket kaptunk, tegnap jött meg az építési engedélye papír alapon is a keleti iparterület útcsatlakozása a Kossuth-Lajos utcához, ugye az egy állami út, arra kellett egy közútkezelői és minden építési engedélyt megszereznünk, ez megvan, tehát itt is semmi akadálya nincs annak, hogy a közbeszerzési eljárás meginduljon, gyakorlatilag hasonló időbe fog lefutni, mint az előbb említett városközpontos, annyi különbséggel, hogy ott, mivel egy zöldmezős beruházásról van szó, semmi nem fogja gátolni azt, hogy a munkák lényegesen gyorsabb tempóval folytatódjanak, tehát akár ebben az évben ez be is fejeződhet. Ugye örömteli hír volt, hogy nyertünk a pótpályázati kiíráson a bölcsöde felújítására. Itt megkezdjük szintén a tervezést. Megkezdődtek már a tervezési munkák, itt a gépész tervezéseket kell megcsinálni, és azt kell engedélyeztetni, hiszen padlófűtés lesz, tehát ilyen szempontból átalakul, más lesz az egész fűtési rendszere, hőszigetelés, egyebek. Itt azt kell majd megfelelően megoldanunk, hogy a bölcsöde felét nagy valószínűséggel mindig ki kell költöztetni, hogy egyik felébe lehessen dolgozni, a másikba nem. Tehát ehhez keressük a megfelelő elhelyezést, úgy tűnik meg is találtuk,
hogy ez megvalósuljon is. Emellett persze lesznek kisebb munkák is, így például már megvan a kivitelezője a piactér teljes felújításának, ott sincs akadály annak, hogy megjelenjen. A bölcsödét azért sürgetjük egyébként, mert addig, ami ilyen kevés gyerek van, akkor kellene legalább a bontást, ami a legnagyobb kosszalporral jár, azt megoldanunk. Tehát még nincs aláírt szerződés, ha úgy tetszik, saját kockázatra, de megkezdjük éppen ezért azokkal, amik nem engedélykötelesek. Mert amíg ilyen kevés gyermek van, akkor legalább az idő alatt történjen meg ez. Tehát ezek a legfontosabbak, és nem tudom, bizonyára a televíziónézők nem olvasnak rendszeresen magyar közlönyt, de a tegnap előtti magyar közlönyben megjelent egy olyan számsor, ami azt mutatja, hogy azokra a pénzekre, és itt 1 000 milliárd forint uniós pénzről van szó, amelyeket Magyarország még nem használt fel. Ugye lehet, hogy korábban lekötötték őket, de az áremelkedések miatt, vagy másokból visszamondhatták ezeket a pénzeket, ezekre újra kiírások lesznek, és természetes, hogy pályázni fogunk akár a könyvtár felújítással, akár a volt sportkocsma környékének a rendbetételével, illetőleg ott, ahol majd látjuk a közbeszerzés után, hogy nem elég az a pénz, amivel rendelkezünk, ott ráemelésekre biztos, hogy pályázni fogunk, mert nagyon-nagyon sok uniós pénz még nem került felhasználásra Magyarországon. Ebből a közlönyből tisztán látszik. Hát ez nagyon fontos, hogy a városban hát is igen, jöjjön. Tehát folyamatosan figyeljük. Tehát úgy kezdődik, hogy a alpolgármester úr is, a jegyzőasszony is, a jegyzőasszony is, én is minden reggel magyar közlönnyel kelünk, meg a kormány.hu-val, mert onnan lehet leggyorsabban információkat kapni. Vagy van egy jó könyvelőm, és felhívom néha. Igen. Polgármester úr, én úgy látom, hogy jogkövetően élik hétköznapjaikat a marcaliak. Gondolok itt a boltokra, látom az embereket, betartják a postán, az a fegyelem, ami ott van, az le a kalappal. Viszont gondolt-e arra a polgármester, hogy bármilyen szankciót még bevezessen? Most gondolok itt arra, hogy nagyon sok városban a kötelező szájmaszk használata. Látja ennek szükségességét, vagy tervben van ilyesmi? Én nem gondolnám korlátozni a városlakóknak az életét annál jobban, mint hogy a központi szabályok ezt megteszik. Én is azt látom, hogy komoly jogkövetés van a városban, az emberek komolyan veszik. A lakosság azt mondja, 80-90% a szájmaszkba közlekedik. Én is, amikor bemehetek a boltba vásárolni, akkor én is felteszem, ott van az autómban a kesztyű, a maszk, minden, hogy olyan közegbe megyek, akkor abban a pillanatban használom. Mi nagyokat sétálunk szinte minden este a feleségemmel valamelyik irányba a városba, és ott is azt látom, hogy sokan mozognak kertekbe, udvarokba, utcán, sportolnak, és ezzel kutyát, vagy kutyát nem sétáltam, azt nem lehet, de megfelelő távolságot tartva teszik ezt. Még egy gyors kérdés, esetleg gyógyszerhiány, vagy van-e valami panasza az ellátásra? Nincs. Tehát jelenleg az látszik, hogy a gyógyszertárak jól felkészültek, minimális a sorállás, hogy egyszerre csak annyian lehetnek benne, amennyi pult működik, tehát ilyen visszajelzés nem jött. Ami hiány még ma is megvan, az egyedül a készfertőtlenítőknél tapasztalható, tehát most vásároltunk, ugye több mint 1 000 000 forintért vásároltunk már maszkokat, sőt már mondtam, hogy kettőért maszkokat, kesztyüket a szociális területen dolgozók számára, illetőleg a múlt e hét kedden is, és tegnap is kaptunk központi ellátmányt az idősek otthona számára. Igaz, hogy el kell értem menni mindig Toponárra, de hát elmegyünk és elhozzuk, tehát oda is jöttek maszkok, védőruhák az idősek otthona számára, ami azt gondolom, hogy fontos, és reméljük, hogy ez így is maradt, tehát az idős otthonokra most úgy látszik, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordít, hiszen nem egy otthonba jelent meg, hanem nagyon sok esetben, és fenntartótól függetlenül szinte mindenhol. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Úgy gondolom, hogy a városlakók most elég sok információt hallhattak a várossal kapcsolatban, de azt szerintem ígérhetjük, ha bármi van, akkor továbbra is tudjuk őket tájékoztatni csatornáinkon keresztül. Nézőinknek nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, maradjanak otthon, vigyázzunk egymásra, viszontlátásra. Viszontlátásra.